Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt a Revdő csatorna. Nos, visszatértünk a Need for Speed Heatbe, és ugye már az előző részben mondtam, hogy veszünk egy új autót, hat. Felsoroltam ott az autókat, és hát úgy döntöttem, hogy ez a Mercedes AMG GT lesz, ami választottunk 2015-ből. Most hát mit nem mondjak, elég szép autó, azonban egy pici változtatás nem hartán rá, de ugye most olyat fogunk csinálni, ami még az eddigi videókban nem volt, bizonyan tuningolni fogjuk. Lássuk, mik vannak. Na, tehát kezdjük a legelején, tehát hogy ilyen egy Mercire nem szabad, hogy tegyünk. Esetleg még egy ilyen Ralfére-szra is lökjük. Aztán rakunk rá egy sötétített üveget. A hűtőről csak nem tudjuk választani, viszont az elejét a könyvök gyerekek, ez hogy néz ki? Hogy néz ez ki? Hogyan lehet ilyen csúnya lökhajlítót csinálni, ez gyári mered. Alulra viszont jöhetne valami. Mondjuk, nem valami hosszabb kéne. Na, ez tökéletes. Rá is lökjük, ezt talán ide az oldalára is teszünk talán egyet. Igen, így. Aztán ugye az állját nézzük meg. Hát, szerintem hát nem is tudom. Ez még talán gyert rálökjük. És akkor kipufogót cserélünk, mert elég hülyén néz ki a gyári. És akkor mondjuk, vagy várjátok, egyelőre nem cserélünk kipufogót, hanem egyelőre kicseréljük egy ilyenre. A hátulját, rakunk rá egy szarnyat. Hát nem akarok túl nagy szarnyat rakni rá, de nem tudom, szerintem az gyártra jól néz ki. Hát is besötétítjük a villanyokat, vagy a lámpákat. Hátra is lökünk egy szép lökhárítót, mondjuk ez jó is lesz. Vagy nem lökös tizét. Mi az ilyen ódál fassolgat, na mindegy. Aztán kipufott. Hoppa. Ez jó lesz. Figyeljétek. Tökéletes. Úgyhogy még az IR-ra teszünk egy ilyen, hogyan hívják ott. És ilyen per pillanat csak egy valamit tudunk változtatni, ez pedig a felni. Úgyhogy keresünk egy szép felnit, hát nem tudom, ezt a felni, ez a felni nekem nagyon tetszik, viszont már elég sok autó használtam, úgyhogy ez most biztos, hogy nem ez lesz. Hanem ezek se rondak. Tovább mondjuk, nem is tudom. Azon gond, hogy nem néztem utána, hogy ilyen AMG GT hogy van feltuningó, hogy hogyan tetszene nekem, de na, ehhez srácok mit szólnátok? Szerintem ez jöhet. Egészen nyugodtan. Igen, fölnagyobbítsuk. Ó, tökéletes, te igaz, a gyarító nem sokban tér el, de azért eltér. Úgyhogy rálökünk előre is egy ugyanilyet, megkeressük, melyik az. Várja, hogyan nézett ki? Mindjárt ott vagyunk. Igen, mindjárt. Ez. Oké. Oké, na. Szóval, hogy azért látjátok, hogy mérföldekkel jobban néz ki a gyári felnitő. Állj, de gyönyör ez a Merci. Nagyon tetszik. Na jó, akkor mostán leütetve a leván, kipufogó ebbe van állítva. Ezeket már csatán szól, mert kipróbáltam versenyben az autót. Viszont még éjszaka nem próbáltam ki, úgyhogy lehet, hogy majd ez már meg fog törni, azonban először még kéne neki valami faszantosabb szín. Gondolkozok egy ilyen Forma 1 szürkében. Mert hogy talán ez olyan jól állna neki. Á, nem. Mondjuk zöldbe mi hogyan néz neki ez? Á, de minden Merci az zöld. Kék autóm is van már, sőt három is, a Mustang, a 66 érve, a Nissan. És akkor ez nem akarom. Piros. Vagy ilyen bordó. Ha
6-os. Lehet, hogy megkövezték, de nekem ez rahadtul tetszik. Így, ahogy van, ezen nem változtatunk viszont. Ez üvegre teszünk. Ez Mania. Ja, csak nem ilyet, hanem... Ez a Mania, hogy a üveg, tehát ugye a szélvédőre is rakják matricát, ez nem tudom miért, de... Hát ez Mania. Na, nem. Na, lássuk. Kiegyenesítsük. Így, aztán megnagyobbítjuk. Így. És felvisszük. Igen, hogy néz ki? Nem elég fostos. Ezt a zsugorítjuk. És talán így jó fog kinézni. Igen, picit nagyobbra. Na így, így. Így tökéletes, és akkor befessük ugyanaz színre, mint a... Nézd, és akkor így tökéletes az autó. Nagyon szép. Tetszik. Oké. Okay. Save the changes. És akkor elszéveljük. Nagyon szép ez a kocsi. Most így hirtelen mi volt ott a színe? Ezt nézzük ma meg. Na jó, mindegy. Szárom le. Jól néz ki így is. Nagyon szép lett a kocsi. Úgyhogy mai videóban mindenféleképpen fogunk menni egy éjszakai hatmar ilyen nagyobb versenyt. A Heat Level 3-asba gondolkozok. Azonban az elég sok versenyt meg kéne csinálni. Tehát a mai videóban szinte csak éjszaka fogunk menni. Úristen! Hát gyerekek, hát kövezzetek meg, hogy az ronda. Hát Istenem, ez hogy lehet ilyen szép? Na jó. Akkor gyorsan gyerünk ide. Fast Travel-lel természetesen, mert én már kipróbáltam az autót. Szóval túl sok meglepetés nem fog érni engem a kipróbálását tekintve. Oké. Okay. Akkor... Hoppa. De még milyen hangja van. Az a V8-as azé. Nem olyan, mint a Nissan-i. Nem tudom hallani-e, most kussoltam egy pillanatra. Jaj, várjatok, hát ez nem is küldül, ez csak egy ilyen vattekintő videó. Profession. Na, lássuk. Na, halló. Az Isten nyilat, hát ma, miért nem tődve? Ezt nem bírom a Need for Speed-el, nagyon sok alig tölt. Na. Ó, de szép a merci. Jézus Mária, annyira tetszik. Oké, most várunk. Ezért egyébként felöltöztettem szépre a karakterünket. Na. Ő az a csaj, aki ugye a kamaróból elvitte a pénzt. Tehát ugye a rendőr kamaróból. Ez a kínai. Na lássuk. Mit akarsz? Ha vissza tudja szerezni az autóját. Na de hogyan? Meg tudja, hogy hol van. Na jó, skipeljük, igazából csak annyit mondott volna. Igazából ez szerintem a Need for Speed-ben a legkönnyebb, hogy ne hiak küldi, mert nem kell benne semmit csinálni, csak végighallgatni egy idióta. Annyira gyönyörű ez az autó, Jézus Mária. Na jó. Akkor lássuk a következő ilyen küldetést, ami itt van. Hát ezt megcsináljuk még a mai videóban, és megyünk egy éjjeli versenyt, egy ilyen marha nagyot. Most egyébként egy kis kommandózás lesz, mert a csajnak megpróbáljuk visszaszerezni a 370Z-t. Nem spoilerezek, majd megváltjátok, hogy mi lesz belőle. Most jönnek igazából a Need for Speed-nek ezek a akciódúsabb küldetései. Úgyhogy... 9 percet csesztem el csak arra, hogy utána még végighallgatok egy párbeszédet és föltuningolom ezt az autót. De megértek, mert nagyon gyönyörű. Na csak közben Walter is kéne David, úgyhogy figyelj erre. Na akkor itt is vagyunk. Tire smoke-ot nem tettem rá egyébként, mert úgy gondoltam a fölösleges. Az volt a Mercin, amit ugye eladtam a három, nem az A45-öt, illetve eladtam az RX-7-es, ami szintén volt. Mert lehet, hogy teszek majd a
Skyline-ra, mert nem szeretném eladni. Na most követni fogunk egy Zsarut, aki tagja ennek a bandának, ha jól tudom, és aki tudja, hogy hol van a garázs, ahova elrejtették az a 370Z-t, illetve további több ilyen sportautót. Na, ott megy a köcsög, úgyhogy gyerünk egy gyönyörű AMG-vel. Óvatosan megyünk. Nem bukunk le. Nem bukunk le. Tudok én lassan is menni, gyerekek. Mit akartok? Igen, kövessük őt azért, vagy ő. Szóval úgy kéne, hogy... ez a mocskos zsörnyak ne nagyon vegyen észre. Oké. Okay. Wow. Stop here. Oké. Okay. Na, mit csinálnak? Most átül egy másik autóba, vagy? Ja, nem, csak beszélt vele. Oké. Okay. Ajaj. Ki kéne jutni valahogyan innen. Semmiképpen nem lesz egyszerű. Oké. Okay. Na, gyerünk. De azért kevésbé feltűnő autóval kellett volna menni, nem ilyen szárra tuningolt Mercivel szerintem. Na, de mindegy, az a V8-as. Nagyon jó hangja van. Összehúgyazom magam rajta, esküszöm, olyan szép. És olyan jó hangja van. Nem tudom, hogy koncert fog el, de egyszerűen nem tudok vele betelni. Szóval 10-zel megy, így is a rendőr, mit akartok? Mi ez, Houston? Bal oldalt. Na mindegy. Easy. Azt mondja. Easy boy. Easy rider. Hülyébb helyre nem tudna beparkolni. Na mindegy. Erre mondja, akasz, jó van az úgy. Na, most átül egy Chevybe. Vagy mégse, de nem. Ajaj, baj van. Észrevett minket nagyjából, de... jó, semennyire. A vízzel megcsúsztam. Oké. Okay. Hoppa, telefékezünk. Jó, gyerünk. Oké, okay, viszont ilyen teljesen ilyen stresszbe lettünk mostanában, tehát előbb majdnem lebuktunk. Oké, okay, de leparkingolunk, és hogyha jól tudom, akkor itt most átül egy F40-esbe, egy F40 Ferrari-be. Mert hogy ezek a zsáruknak is van egy ilyen illegális üzletük, hogy lopnak ilyen szupersportkocsikát, amiket ugye lefoglalták illegális utcaversenyzőktől. Jajjaj, 12%-am jó. Nehéz ezt egyébként tartani a távolságot, de közben látó határba tartani. Ugyanis elég gyors az F40-es, és nem szabad közel menni hozzá, még ennyire se. Srácok, egyébként nyugodtan csapathatok erre a videóra egy lájkot, hogyha tetszik nektek ez a sorozat, mert igazából már a játéknak a felénél tartunk. Úgyhogy már nincs sok hátra. Már tényleg csak a játéknak a vége fel legyen már a következő két rész után. Tehát már nem lesz túl sok minden. Utána pedig végigjátszottuk jóformán az egész Need for Speed Heat-et. Remélem, hogy ezt a játékot tényleg végigjátszok, és nem úgy, mint tavaly a Payback-et, hogy négy részig jutottunk. Mondjuk most már így is tudom, mert ez már azt hiszem, hogy a 9. vagy 10. rész, nem tudom. Tehát, hogy mindenféleképpen jó. Oké. Okay. Na, most kezdődik az akció, innen a kontrollert el is rakhatom, mert van, nem lesz rá szükség az átvezetőig, mert ezt nem fogom átnyomni. Na, begurul a köcsög az F40-nel, és akkor itt vagyunk mi. Kommandózunk a 370Z után.
Elég sok autót, amúgy lekötöttek ezek a mocskos buzis ernyakok. Fúj, de utalom őket. Új, akadni tudnak. Nagyon utalom a zsarukat. Tehát nyugodtan kövezzetek meg, én utalom a zsarukat. Mondjuk ki ne utalna, ki az, aki ugye önmagában zsar, és akkor itt van a 370Z. Ha jól tudom. Viszont itt majd lesz már ezek után egy kis baki, ugyanis nem kellett volna ide betörni, mert felvette őket a biztonsági kamera. This is big. A csopó mai big. Opa. Baj van. That's not... Hogy ez az izé, ez az övé. So much for getting your call back. Levették róla a rendszámot. Viszont talán kontrollert előtérbe helyezzük, ugyanis nem sokára már tűnünk innen a ragva. Oké. A kommandózni kéne innen. Meddig fogsz még profalzni? Kicsit mész már az agyamra. Oké. Akkor húzunk innen. Nagy nehezen el, de elhúzunk. És ott volt egyébként a Platonhal adtátok a BMW M3 GTR, amit majd egyébként a játék végén teljesen ingyen megkapunk. Viszont feltuningolni már nekünk kell, ami elég drága pénzért. Hát, hogy is mondjam, nagyon drága a tuningolás az M. Na, hogy csak motortuningot lehet rajta, de az a motortuning is nagyon drága. Tehát külső tuningot semmit nem lehet rajta változtatni, még felnit se. Sőt, ha még durvábbat mondják, szintse, mondjuk a szint ez kiváltan alá rajta. Na jó, akkor ez a küldés ennyi volt. Lesz még másik küldi? Amúgy. Valahol. Most így hirtelen nyíve. Nem, az offroados küldő, azt meg nem akarom megcsinálni. Mert offroad autóm úgy ibar nincs. Úgyhogy, amondó vagyok. Egy éjszakai versenyt fogunk menni. Nem circuit race szeretnék, most már pedig csak az van. Na, cseszhetem. De én nem circuit race-t akarok, jó reggelt kívánok. Én izét akarok, sprint race-t. Nincsen? Ne szopassatok, ma csak egy van. Várja, ez egy drift verseny, ez pedig egy... Jó lesz, akkor már csak ez az egyetlen egy sprint race-ünk van az éjszakai meccsek közül, úgyhogy megyünk egyet és kipróbáljuk az autót tényleg normális, hogy mennyivel bírunk vele menni. Lehet, hogy majd ebből is lesz egy olyan videó, mint a Nissan Skyline-ból, hogy megnézzük mennyi a végsebessége. Én 310-zel mentem vele, de mégis csak 300-ot írtam, mert ugye kerekíteni szerettem volna. Úgyhogy, szerintem ez is megy olyan, tippelek egy olyan 320-at. Végsebességnek ennek az autónak, most 220-szal megyünk. És meglepően jól kanyarodik. Jó az az autó, nagyon tetszik. És hogy te mondd, nagyon tetszik, nagyon hatékony is. Igazi ilyen kis pálya autót csináltunk bele, tehát hogy versenypályára. Kis talán feelingje van. Aztán itten egy jobbos, tökéletes. Hát nem igazán tökéletes, de mindegy. Szerintem ez az autó már megy olyan gyorsan, mint a hogyan hívják az M3 GTR, tehát a BMW-ből. Szerintem ezzel versenyezhetnének komolyan. Úristen, annyira szép ez az autó ebbe a fénybe. Ennél egyébként van egy szebb AMG, na azt is megveszük is. Kiköpött ugyanilyenre szeretném megcsinálni. Ez a szín most nagyon megfogott. Tehát nekem még egy ilyen autó fog kelleni, az tény. Az tény is való. 65-t skipeljük. Insta-sztorikat hanyagoljuk, ma mondtam előző részben. Hát elég izé... nyomnyil a ellenfeleink annak igazából. Úgyhogy ott hagyom őket, még a Skyline-nál is ott hagynám, szóval... Nem túl nagy ellenségek. És egyébként a Skyline-nál még közel nincs vége a kalandunknak, ugyanis még azzal az autóval szeretnék majd versenyezni.
úgyhogy itt erőse, úgyhogy kicsit még feltuningoljuk majd a motorját erősebbre, és akkor lehet, hogy még abból is lesznek részek, hogy most állval fogunk venni, mert nem szeretik igazából egy autóval menni, szeretik változatosan lenni, hogy azért néha-néha az autókat is cseréljük. Ez igazán nem az én stílusom, hogy mindig egy autóval menjek. Viszont most szerintem egy jó darabig ezzel fogok menni. Oké, itten igényesen bedrifteltünk. Miközben Valtán is kéne, mert ez igényli a Valtas, tehát hogy... Aniszen nem igényelte ennyit. Meg ugye az A45 se. Meg az RX-7 se. Ez már igen. Na gyerünk. Nem, zsernyakkal nem fogunk találkozni ebben a mai videóban, mert ugye van semmi kedvem nincsen most egy újabb körözéshez. Nem, mint hogyha így se lenne majd. Szerintem minimum egy zsernyak lesz ebben a mai videóban is. Viszont úgy nem, úgy, na már itt is van emleget egy szamor. Ennyi, kölött nekem nagyra nyitnom a pofámat. De escaping-el vagyunk, úgyhogy nincs nagy probléma. Gyorsan escape-el. Oké, tökéletes. Nagyon jó. Heat level 1-esen vagyunk per pillanat. Hát, ezt a heat level 1-es még ott lehet hagyni. Nagy nehezen a heat level 2-est is, de... A heat level 3-as, no, az már rohadt nagy szerencse kell, hogy ott hagy. Viszont megint itt vannak zsernyak. Zsernyak bácsik. Dögölj meg! Ajaj, ajaj! Bajam! Gond van. Na most van gond. De nincs egyenes, ahol ott hagyhatna őket. Egy ugratót kéne találnom, ahol tényleg ott hagyom. Chased by one cup. Tehát a másik. Nem tudom, hogy most mi történt vele, de szerintem elvesztette a fonalat. Oké, gyerünk gyorsan. Rázzuk le. És még mindig heat level 1-esben maradtunk. Tehát beszarok. Ráváltjuk. Gyerünk. Az a gondta nagyon közel van, és így nem biztos, hogy legyorsulom. De így főleg nem, hogyha balfasz vagyok. De egy Ford azért nem gyert egy Merci ellen. Na lássuk. Ford versus Merci. Na melyik nyár vajon? Drukoljatok. Escaping. Gyorsan, el kell... Igen, escape, jó. Na akkor villámgyorsan el kell innen tűnnünk valahova. Mondjuk gyorsan ebben a safe house-ban, mert most per pillanat jobb ötletem nincsen. Ez a V8-as. Örökök, én szerelmes vagyok ebbe az autóba. Nagyon jó. Merciknek egyébként alapból is nagyon jó hangjuk van. Tehát, hogy nem tudom, hogy érti, hogy vagytok ezzel, de nekem alapjáraton a Mercik hangja verhetetlen. De tényleg verhetetlen, mert ennél nagyon kevés jó, jobb hangú motorú autók léteznek a világon, ha szabad itt fogalmaznom. Nem tudom, szerintem ebből egy szót sem lehetettem úgy érteni, de maradjunk annyiba, hogy jó van az úgy. Zsaru? Nincsen, oké. Okay. Alvasszuk a nitrót is. Már 300 km per óra van. Jó, 312 km per óra. Úgyhogy már ez... Ugye ez 2 km per óra a gyorsabban mentünk el eddig, mint a Nissannal. Nem is rossz. Oké, akkor viszont srácok, ez a videó. Vartok egyen, lépjünk be a garázsba, hogy ezért ilyen csúnya összetört autóval. Aston Martin Volint. Ready to pick up. Na jó van, de engem ez az Aston Martin nem érdekel, mert csúnya. Jó? Ó, New Cars Unlock. De lassuk, még egy ideig nem veszünk egyébként új autót. Hát főleg nem ilyen tragacsot. De ilyet se. Na de ilyet se. De jobb autót nem tudsz, könyörgök? Ez istenét. De komolyan csak szárokat ad te. Hát mi ez? Ilyen tragacsok. Még ez is tragacs, ez is. Ez offroadra. Ez még jobban offroad. Hát csak szárokat ad. Na, ez már autó. Hát ez nem annyira, de... Meg ez. Na, ez már autó. Meg ez is, ez már autó, te. Meg ez is a Nissan GT-R.
Na, az i8 roastert is odaadta. Hát, maradjunk ajban, nem túl jó kocsikat adott, de nem mindegy. Szóval srácok, hogyha tetszett nektek ez a mai videó, akkor csapassatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ma nagyon kevés kell a... Hát a 30 hazánkban egyszer elértünk, azonban valahogy visszaestünk feliratkozó ügyeleg, na mindegy. Sziasztok!